Ez már a központi, megyei bűn és baleset megelőzési verseny, hiszen korábban területi előselejtezőket tartottak. Így a térség legjobban teljesített roma és hátrányos helyzetű fiataljai versengtek Mária Pócson, a Rabócsi ringnél. Többek között kerékpáros akadálypályán szlalomoztak az iskolások. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányságon működik, mint valamennyi más hasonló főkapitányságon, egy úgynevezett területi kisebbségi kapcsolattartási munkacsoport. Ez a munkacsoport immár 5. alkalommal rendezi meg itt Mária Pócson a megyei bűn és baleset megelőzési napot. Ezt megelőzően helyi szinten előválogató történik, ide már csak a legjobbak érkeznek versenyezni. Ez az idejében is összesen 72 fő, különösen roma, illetve hátrányos helyzetű fiatal érint. A legtöbb résztvevő érdeklődött a rendőri pálya iránt, és nem csak a fiúk, a lányok között is akadt olyan, aki egyenruhás szeretne lenni. Engem érdekel a rendőri pálya, és lesz bicikli verseny, kressz verseny, és ilyen bemutatók, akkor még lesz ilyen más feladatok, ami mondjuk ilyen dobálós. Bűnmegelőzési totót és több baleset megelőzési tesztlapot is kitöltöttek a fiatalok, a verseny célja a prevenció és integráció. Több településről érdeklődnek roma fiatalok a rendőri pályá iránt, és azt veszem észre, hogy egyre többen jelentkeznek erre a rendőri pályára roma gyereket. És ugye ez a rendezvény szerintem nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a társadalom integráció valóban nem formálisan, hanem valójában megtörténjen. A versenyen a nagyobbak többek között légpuskával is lőhettek.